Szombat délután két kar és egy szak közös diplomaosztóját rendezték az egyetemi csarnokban. Az Audi Hungária járműmérnöki, a gépészmérnöki, az informatikai és villamosmérnöki kar, illetve a Moson-Magyaróvári kar környezetmérnöki szak végzőseit köszöntötte az egyetem vezetése és persze a hozzátartozók. A friss diplomásokat dr. Horváth Zoltán dékán méltatta, aki azt mondta, sok munkát fektettek a fiatalok az elmúlt néhány évbe, de megérte a kitartásuk. Önök megszereztek 120-210 kreditet. Mintegy 3-6 ezer munkaórát ráfordítottak erre. Rengeteg, rengeteg munka. Felkészültek 40 vizsgára, 100 beadós dolgozatot készítettek. Azért, hogy a választott kedvelt szakterületüket jobban megismerjék. Egy-egy szakmai titok nyitjára rájöjjenek, elkészítsék a végén a mestermunkájukat, és mindezek ismeretéről, annak szintjéről számot adjanak. Ehhez mi, tanárok, munkatársak, minden erőnket beleadtuk, amit tudtunk. Eközben mi is gyarapodtunk, köszönjük önöknek. Kiállítottunk és átadunk önöknek a teljesítményükről egy igazolást, a diplomát, a diplomájukat. A dékán köszöntőjében azt is kiemelte, a diploma egy komoly lehetőség, de egyáltalán nem minden. Sokat ér ugyan a Széchenyi tanúsítvány, de minden végzetnek rengeteget kell majd még mellé tenni, szorgalmas és kitartó munkával. Mire szolgál a diploma? Igazából arra, hogy kapjanak egy lehetőséget egy munkahelyen. Hogy megmutathassák, ténylegesen mit tudnak. Tehát a diploma az egy javaslattétel egy munkahelynek, egy esély. Rengeteget ér, ne herdálják el ezt az esélyt, hogy végzett diplomásként jelentkezzenek egy jó szakmai munkahelyre. De nem jelent mindent a diploma. A munkahelyükön meg fogják önöket próbálni. A friss diplomásokkal ezt teszik. Azonnal tesztelik a tudásukat, akár szándékosan is nehéz helyzetbe kerülnek. Az élet nem fér mindig. Vegyék elő mindazt, amit megtanultak nálunk. Szinte biztos, hogy ez nem lesz teljesen elegendő egy adott cégnél, teljesen a munkájukhoz, de kiindulásnak egész biztosan elegendő lesz. A most diplomát szerzettek nevében Iváncsics Aras Dániel köszöntötte hallgatótársait, aki az elmúlt évek nehézségeiről és örömeiről is szólt. Azt gondolom, mindnyájunknak vannak édes és keserű emlékei az egyetemen töltött időkről. Van, aki arra emlékszik majd mosollyal, hogy felvételt nyert az egyetemre, és verejtékes tanulás árán teljesítette tárgyait. Mások arra, hogy mekkora szabadságot élvezhettünk itt az eltöltött éveink alatt. Hiszen a diákköröknek, az ösztöndíjaknak és meg annyi rendezvénynek köszönhetően bőven volt lehetőségünk kibontakozni, kikapcsolni és személyes fejlődésünkön dolgozni. Néhány emléket felidéznék, és remélem nem csak magamban nosztalgiázok, de legalább egy-egy gondolatommal mindannyiótok tud majd azonosulni. Emlékezzünk! Az első fél évünkre, amikor gólyaként beültünk az első előadásunkra, miközben mit sem sejtettünk a vizsgaidőszak rémségeiről, és szépségeiről. Az első bográcsunkra, ahol szaktársainkkal és újdonsült barátainkkal egy forró gulyással a kezünkben fejtegettük céljainkat, vagy éppen azt, mi történt előző éjjel laposon. A rendezvény zárásaként a két karon és a környezetmérnöki szakon végzettek, átvették jól megérdemelt diplomáikat, majd kezüket az egyetemi jogarra téve ünnepélyesen esküt is tettek.